Május 18-án vasárnap a Gentleman Fight Clubban ismét hivatásos mérkőzéseket rendezett a Profi Box Promotion. A nap során 4 mérkőzésen léptek ringbe Petrányi Zoltán versenyzői, a találkozók közül pedig mindösszesen egy ment végig. Elsőként a középsúlyú magyar bajnoki címmérkőzésére készülő Micskó Sándor meccselt Torma Csabával. Micskó az első pillanattól kezdve agresszívan támadott, melynek eredményeképp kétszer is leütötte az egyébként bátran visszaütögető Tormát. A második menetben aztán Micskó le is zárta a meccset, hiszen a felvonás elején komoly ütészzáport szórt Tormára. Így Sasvári Tamás mérkőzés vezető teljes joggal szüntette be a korán egyoldalúvá váló csatát. Már nagyon vártam, hogy boxoljak, mert elég rég boxoltam. Nagyon jól esett, azért amikor meg is volt ütve, csak egy kicsit visszaléptem, vártam, hogy még egy kicsit boxoltam volna, de hát így is vége volt a meccsnek, de jól éreztem benne magam, örülök, hogy voltam egy kicsit ringbe élesbe. Most a felkészülésem közepén tartok, most van igazából neheze hátra. Készülök ezerre, mert június 15-én Albert Feri ellen boxolok magyar bajnoki címmérkőzés 10 menetben. Feri egy jó bunyós, ügyes bunyós, úgyhogy oda készülök ezerre, mert biztos, hogy nem egy-két menetes meccs lesz. Farkas Gábor és Olá Csaba 4 menetes nehéz súlyú mérkőzése kevés találatot és sok dulakodást hozott. A nehezen pontozható meccsen Farkas volt az, aki irányítani tudott, sőt a harmadik menetben le is ütötte ellenfelét, így teljesen megérdemelten aratott egyhangú pontozásos győzelmet. Fél nehéz súlyban 2 debütáló bunyós, Tóth György és Benedek Zoltán nézett Farkas szemet. A meccset hatalmas iramban rengeteg ütéssel kezdték a felek, melyből Benedek jött ki jobban, hiszen Tóthra már a menet elején számolni kellett. A leütésből Tóth felállt ugyan, ám nem sokkal később újra padlózott, a mérkőzés vezető pedig leléptette a zavaros tekintetű versenyzőt, vagyis Benedek Zoltán első menetes technikai KO győzelemmel debütált a profik között. Nekem a kéztechnikába kéne fejlődni. Én tájboxoltam, én nem boxoltam előtte. Igen. Nálunk más. Mi szélesebben ütünk, nem ütünk annyira pontosan, és mi feszesebbek voltunk ott sokkal. Nem tudom, kézbe kell fejlődni sokat kéztechnikába. Ameddig úgy van kedvem, és ameddig úgymond a kezem elér, addig próbálom csinálni a boxot. Továbbiakban majd kiderül, ki és hol áll itt meg, ha lesz olyan. Sánta Krisztián és Gyalog Zsolt alig 4 menetet töltött a ringben, ám ez idő alatt is sikerült emlékezeteset alkotniuk. A meccs a várakozásoknak megfelelően Sánta fölényével indult, aki a menet közepén le is ütötte Gyalogot. Gyalog azonban nem adta meg magát, és néhány ütésváltással később már Sánta Krisztiánra kellett számolni, aki okos bunyóval vészelte át a nehéz pillanatokat, majd a nyitó menet végén ismét ő ütötte le ellenfelét. Az őrületes első menet után Sánta a folytatásban ritmust váltott, és alig egy perccel a menet kezdete után ismét padlóztatta Gyalogot, aki jelezte a mérkőzés vezetőnek, hogy nem tudja folytatni a mérkőzést, vagyis az érdekesen alakuló adok-kapok csatát második menetes TKO-val Sánta Krisztián nyerte. Hát az első menetben beleléptem a sönösségi ütésbe, meglepett a srác. Hát erős a srác, de nem gondoltam volna, hogy ez így megfog. Tudtam, hogy nem olyan képzett, viszont erős, nem is számítottam erre. Viszont a második menetben átélve a papírforma érvényesült. Minden mérkőzésben lehet tanulni szerintem a vereségbe győzelemből is. Nem mondanám, hogy ő ez az ember, aki a végállomás lenne. Nagyobb emberekre fennem a fogalmat itt Magyarországon is, mint például a Sér Azoli vagy a Micskó Sanyi. Ezt mindenféle titoktartás nélkül elmondom.